ma az átadásra kerül sor, de egyébként a hivatalos zárása a projektnek május hónapban lesz. Mi volt a célja ennek a pályázatnak? Mi volt a célja annak, hogy keressünk egy olyan városrészt, amelyről köztudott, hogy Közép-Kelet-Európa legsűrűbben lakott városrésze. A cél az volt, hogy az itt élő családok, ismerjük el, az itt élő lakástulajdonosok többsége átlagban 25 éve lakik a római városrészben. Azóta gyakorlatilag a város ezen pontján, azon túl, hogy 25 évvel ezelőtt, 30 éve felépültek ezek a toronyépületek, megépültek a közintézmények, ezeken túl az elmúlt 25 évben semmi, de semmi nem történt ebben a városrészben. Egészen mostanáig. A pályázat kimondott és kitűzött egyértelmű célja, új játszótér, új civil szervezetek által igénybe vehető közösségi helyek, új utak és járdák, a meglévő központi óvoda felújítása és új játszóterek, illetve sportpályák kialakítása. A Pajtás utcai óvoda, melynek nem is olyan régen, szeptember hónapban államtitkár asszony jelenlétében volt az átadása, emlékszünk rá, egy nagyon igényes belső és külső környezetet kapott, és egészségesebb, színvonalasabb körülmények között végezhetik az óvónők a rájuk bízott kisgyerekek nevelését. Ma már bizonyosság, és büszkén mondhatom, hogy 756 lakás kapott hőszigetelést a városrészi projekt keretében. Sétáló utca lett gyakorlatilag a városrész központja, a Váci utca. Ha még nem is olyan ez a Váci utca, mint a híres 5. kerületi Váci utca. Szemet gyönyörködtető, azon előkertek látványa, és ajánlom önöknek, hogy nézzék végig a házak előtt, mögött, a városrész bármely pontján, amelyért maguk az itt lakó polgárok vállalnak felelősséget, hogy a saját maguk lakókörnyezetét, házuknak a környezetét rendbe tegyék. A volt APEC iroda helyén egy non-profit szolgáltatóház, civil szervezeteket befogadó létesítménye, otthona valósult meg. És ami nagyon fontos, és a város valamely pont, minden pontján foglalkoztatja az ott élőket, ez a közbiztonság kérdése. Ugye régen azt mondták, hogy az egyik legveszélyesebbnek nevezhető úgy, városrészünk, az a római városrész. Sokan féltek itt is ugye, az esti órákban megjelenni. Azonban azon túl, hogy Gárolant képviselő segítségével napi folyamatos kapcsolattartás van a körzeti megbízottal, ezen túl 5 újonnan telepített térfigyelő kamerával látható a pályázat által felújított terület. Büszke vagyok arra is, hogy a Grabarics Kft-n túl zömmel helyi cégek voltak azok, akik az épületeknél, a beszállításnál, valamint a parkok kialakításában segítkeztek. Olyan helyi cégek, amelyek helyben fizetnek iparüzési adót a város számára, és amelynek a munkavállalói ugye dunaújvárosi lakosok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én megköszönöm valamennyi a projektben résztvevő szakember segítségét, a sajtómunkatársának a segítségét, hogy nyomon követték és tájékoztatták a város, a városrész közvéleményét az itt zajló eseményekről. És legyünk büszkék, nem csak az itt élők, hanem még dunaújvárosiak, valamennyien legyünk büszkék a rómaira. Hiszen ez a beruházás valamennyiünknek szól. És bízom abban, hogy azt az értéket, amelyet itt a polgárok megteremtettek, a római lakók segítségével meg is tudjuk őrizni, meg tudjuk óvni. Hogy mi dunaújvárosiak még nagyon sokáig élvezhessük a felújított római városrészt, és bízom benne, képviselőtársaimmal, a közgyűlés tagjaival már gondolkodtunk azon, hogy tekintette, hogy folytatódni fog a szociális rehabilitáció célú pályázatok sora, meg kell keresnünk azt a következő városrészt, ahol a rómaihoz hasonlóan a következő jó néhány évben megfelelő körülményeket tudunk biztosítani, akár a békében, akár a Dózsa II városrészben élők számára. Ezt nyilván a városi lakosokkal együtt megvitatva, együtt megbeszélve fogjuk eldönteni, hogy melyik legyen az a terület, amelyre
pályázhatunk, nyilvánvalóan a pályázati előírás paramétereit, kereteit betartva. Úgyhogy kívánom önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, kívánom a római lakó valamennyi dunajvási polgárnak, hogy még nagyon sokáig, évekig, évtizedekig élvezhessék ezt a szép, megújult környezetet. A ma átadásra kerül beruházás az új Széchenyi terv forrásaiból a Közép-Dunántúli operatív program keretében került megvalósításra. Az operatív program keretében a 2007-2013-as tervezési időszak során mintegy 185 milliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezett régiónkba. 2013 májusában Dunajváros megyei jogváros önkormányzata a római városrész szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projekt megvalósításához 1 milliárd 195 millió 301 ezer forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert az Európa Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból. A pályázat támogatási intenzitása 100%-os. A projekt átfogó céljaként a lakosság életfeltételének javítása, a helyi közösség erősítése, valamint a közszolgáltatások fejlesztése került megfogalmazásra. A városrehabilitációs pályázat forrásaiból megújultak a városrész közterületei, elkészült a pajtásóvoda külső-belső felújítása, valamint a volt APEC iroda területén egy non-profit szolgáltató iroda és egy műfőes focipálya került kialakításra. A projekt keretében az akcióterületen 756 lakás energiahatékonysági korszerűsítésére is sor került. A közbiztonság megerősítése érdekében a városrészben 5 darab térfigyelő kamera került elhelyezésre. A projekt konzorciumban valósult meg, melynek tagjai Dunajváros megyei jogúváros önkormányzata, a Dunajvárosi Városfejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Fejér megyei rendőrfőkapitányság, Dunajvárosi rendőrkapitánysága. Gratulálok a beruházás megvalósításához, és eredményes fejlesztéseket kívánok a 2014-2020-as tervezési időszakra is. Köszöntöm a római városrész lakóit, és nagy tisztelettel szeretném megköszönni előjáróban, hogy a kivitelezési munkák során türelemmel viselték mindazokat a megpróbáltatásokat, amelyeket azért át kellett élni, hiszen tudjuk, hogy minden szebb és jobb környezet kialakítása során azért vannak olyan tevékenységek, amelyek zajjal porra járnak. Én külön köszönöm, hogy ezeket kellő türelemmel elviselték, és most már birtokukba tudják venni ezeket a szép létesítményeket. Én azt gondolom, hogy egy kiváló hajrával sikerült a Dunajvárosi megyei jogúváros vezetésének, és azt gondolom, hogy itt a köszönet még az előző ciklusban országgyűlési képviselőként tevékenykedett Dolkota Lajos képviselő úrnak is szól, hiszen a ciklus zárása előtt, a 2007-2013-as uniós ciklus zárása előtt egy huszáros hajrával 2012-től 2014 és napjainkig sikerült azt a lehetőséget, azzal a lehetőséggel élni, amely lehetőség a korábbi években halasztódott, hiszen nem tudtunk olyan projekthelyszínt találni, amely megfelelt volna korábban azoknak az elvárásoknak, amelyek a szigorú uniós előírásoknak megfelelnek. Szeretnék visszacsatolni a tavaly szeptemberi belváros projekti átadó ünnepségen elhangzottakra, ahol, amikor átadtuk a megújult belvárost, akkor jeleztük, hogy ez egy dupla projekt. Azért dupla, hiszen a királyi régióban, tehát közép-dunántúli régióban, valamennyi megyei jogú városban ezek a projektek csak együtt valósulhattak meg, és nekünk annak kellett megfelelni Dunajváros megyei jogú városnak is, hogy a belváros rehabilitációja keretén kívül egy szociális város rehabilitációt is meg kellett valósítani. Jelentem, hogy ennek a elvárásnak megyei jogú város vezetése és a DVNZRT, itt most valamennyien látják, és a tavalyi átadások pedig személyesen tapasztalták, mindkét projekt esetében megfelelt, jó teljesített, és azt gondolom, hogy örömmel kell megemelnünk galapunkat azelőtt, hogy ez a huszáros hajrá egyúttal a források leírásának a lehetőségét is megteremtette. Némileg az ember nosztalgiával gondol vissza, amikor jó magam 33 évvel ezelőtt a római városrészben kezdtem dolgozni jogi előadóként, és már akkor azon gondolkodtunk a munkásszövetkezetnél, hogy mi lesz ezzel a városrészsel majd 30 év múlva. Én a jó első érzéssel látom, hogy megújult, funkcióját jól takarják azok a létesítmények, amelyek
megépültek, és azt gondolom, hogy az itt lakóknak mindenképpen a komfortérzetét is javítja. Az előttem szólókat nem szeretném megismételni. Én azt gondolom, hogy az én feladatom azt kiemelni, amit nem mondtak el az előttem szólók, vagy csak részben utaltak rá. Egy példaértékű együttműködés is megvalósult a projekt kivitelezése során. Ez a másik projektnél is így volt, tehát a kettő szimbiózisában a rendőrséggel, tehát a megyei rendőrkapitánysággal és jelesül pedig a végrehajtókkal, a helyi rendőrökkel kialakult együttműködés. Azt gondolom, hogy mind a beruházás kivitelezési szakaszában, mind pedig a napjainkban is példaértékű. Javulnak az eredmények, javul a bűnügyi, nem a statisztika, hanem a szubjektív biztonságérzet is a város részben, és azt gondolom, hogy fontos, hogy az emberek látják, és ide még ugye hozzá kell tennem az 5 darab tévfigyelőkamera beiktatását is, hogy igenis ez a városrész, ez nem egy leszakadó városrész, hanem egy felemelkedő, megújuló, és mindenképpen a helyiek biztonságát is szolgáló beruházással zárult. Én köszönöm a kivitelezőknek, és ahogy jelezte polgármester úr, döntően helyi fővállalkozás és helyi alvállalkozások bevonásával sikerült megvalósítani ezt a beruházást. Én kívánok mindenkinek jó közérzetet ezekhez a megvalósult projektelemekhez, és azt gondolom, hogy a lakossági, a közösségi, az iskolai, óvodai funkciók mellett minden egyes szegmensét jól tudták megvalósítani a projekttervezői. Köszönjük szépen, ezzel tehát hivatalosan és birtokba vehetik már a városlakók itt a megújult római városrészt. Újabb mérföldkőhöz érkezett a római városrész megújulását célzó projekt. Kérem, méltassa néhány gondolatban, milyen jelentősége is van ennek a projektnek? Közel 1,2 milliárd forintot nyert a város erre a programra. Kiemelt jelentőség azért van, mert több mint 30 éve épültek ezek a házak, ezek a lakások. Mindenki tudhatja, hogy milyen állapotban volt a külső szigetelés hiánya. Jelentősen felújítottuk őket, nem csak színében, hanem tartalmában is megújultak az épületek. Az itt ülők lényegesen kevesebbet fognak majd fizetni a téli szezonban a fűtésért. Az ingatlanok mellett a környezet is megújult, kezdve az óvodától a közterületeken át, közösségi épületekkel lett labdarúgópálya a gyerekeknek, és ne felejtsük el, hogy a közbiztonság is 5 térfigyelő kamerával bővült. Tehát én azt mondom, hogy itt egy régen épült városrész, Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa legsűrűbb városrésze újult meg, kapott új környezetet. Én bízom benne, hogy az itt élők örülnek ennek, és mi meg azért örülünk, hogy ebben közreműködhettünk. Uniós forrásból valósult meg ez a beruházás is. Most következik az uniós pénzügyi ciklus, következő ciklus. Dunajvárosnak milyen lehetőségei vannak? A kormány már döntött, Dunajos önkormányzata közel 7,5 milliárd forintot kap erre a 2014-20-ig terjedő ciklusra. A miniszterelnök úr már járja a megyeijogú városokat. Sopronban járt először, és várjuk Dunajvárosba is, amikor megállapodik vele a városvezetés, hogy ezt a pénzt mire kívánjuk fordítani, és mit támogat még pluszban adott esetben a magyar kormány. Én abban bízom, hogy ez a fejlődés, ami elkezdődött 4 évvel ezelőtt, az folytatódni fog, és arról fogunk majd a közeljövőben beszélni, hogy újabb városrészek újulnak meg, munkahelyeket teremtünk és tartunk meg. Egyébként ez a vasműben jól alakul, hál' Istennek, úgyhogy én egy fejlődő városban bízom. Mi a helyzet a női kézilabda csarnokunkkal? Októberben döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk felújítani a csarnokot. Miniszterelnök úr látogatását követően előkészületek elkezdődtek. A tanulmánytervek készen vannak, a kormány asztalán van. Gyakorlatilag egy 3 milliárd forintos tőkével indulhatna a fejlesztés, lenne egy 1500-as új csarnok a régi mellett, és felújításra kerülne a régi csarnok, úgyhogy én úgy bizakodó vagyok. Tehát a minap is tárgyaltam miniszterelnök úrral, ő úgy néz ki, hogy támogatja ezt az elképzelésünket, 2-3 héten belül kormánydöntésre számítok.